Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön, melyik a legjobb sniper Call of Duty 4, illetve Call of Duty 4 Remastered-ben. Ismerdik azt az érzést, amikor így benne vagytok a killstreak-be? 10 killstreak, 11 killstreak, 12 killstreak, úrna vajon meg lesz a 15 killstreak, és egyszer csak feltűnik egy sniper, és így megnyugszol. Á, öcsém, az csak egy sniper, ezt simán elintézem, és mire észbe kapsz már golyóval a fejedbe, és nincs, volt nincs 15 készrik, és így kaporod a falat, hogy mi a jó isten nyila, hát az egész tetves világ, sniper proból áll ezekben a játékokban, mi a tég? Nos, nekem végig is ez volt az a motiváló, hogy kiderítsem, hogy ezek a sniperek valóban olyan jók-e, és tényleg olyan jó lehet, vagy olyan könnyű -e velük játszani, mint ahogy a, um, az emberek, vagy ahogy látszik uh, ez a játékokban, mint hogy olyan könnyűnek látszik a kilkamból, hogy hogy, 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 csak így nézel, hogy pislogsz, hogy hogy történhetett meg ez, hát ekkora makja nem lehetett, hogy pont beadtam. Na most. És nálam például ez volt az, hogy a Modern Warfare 2-ben ez motivált az, hogy megtanulom a snipereket, és az ott az egyetlen Call of Duty gyakorlatilag, ahol így sniperekkel tök jól játszottam, de tényleg tök jól játszottam, és sikerült lehozni kill streakeket, mindent akam De azért Kodnégyben megszenvedtem velük nagyon, tehát nagyon hosszú folyamatot, valamiért nincs érzékem a sniperhez, szeretem egy stílusos, én a kod sniperek tök jók ebből a szempontból, és stílusok van minden, és, és így szeretem, de egyszerűen ki akartam deríteni, hogy miért az egész világ sniper pro. Aztán levontam ezt a következtetés. Hogyha egy olyan pályán vagy, ahol a sniper, tehát úgy érzékeled, vagy úgy tudod arról a pályáról, hogy az emberek többsége nem snipert választ, mit tudom, egy shipment például, vagy, nem tudom, későbbiekben jön be a Codney Remasterben is egy Chinatown, vagy, vagy ez lényeg egy crash, tehát valahol ami kisebb, Pálya, és hát többnyire nem sniper szoktak választani az emberek. És hogyha te egy olyan pályán egy sniperes látsz, akkor tudd, hogy ez a sniper nagy valószínűséggel, nagy valószínűséggel le fog tudni lőni. Mert ugye egy olyan pályára visz snipert, ami nem megszokott az emberektől, hogy snipert vigyenek arra pályára. Ez volt az én elméletem. Tehát, ha olyan pályán lesz ahol amúgy is vannak sniperesek, akkor azok csak sima sniperesek. Persze megbújhat közöttük a Sniper Pro, nem erről van szó. De, hogyha egy olyan pályán lesz sniperes, ahol többnyire nem fordul elő sniperesek, akkor azzal nagyon-nagyon kell vigyázni, és nem szabad lebecsülni. Mert könnyen előfordulhat, hogy simán lelőtt. Ne becsülj le a kodos sznipereseket. Ez a lényeg. Na, melyik a legjobb sniper? Bontsuk le. Hölgyeim és uraim, végigvesszük mindegyiket. M4, vagy M40A3, M0, M40A3, ahogy szeretitek. A lényeg az, hogy M4. És egy kicsit vesszük az adatokat, jó? Fejre, nyakra, másfélszerre szorzat tudnak adni, mert ugye csak 1,1 eset hasra is, 1,1 eset lábra is, egyeset ez azt jelenti, hölgyem és uraim, hogy stopping power-rel feltéve, stopping power feltéve, és most tudnotok e hogy a stopping power kioltja a jagger egymást kioltják, akkor fejre, hasra, nyakra, merre, fejre, nyakra, merre, hasra, egy lövéssel le fog tudni szedni mindenkit. Kivéve a gyegörnatosat. Zsegörnatosat csak fejbe fog tudni leszedni ez a Sniper, És hát a más törben sokszor, viszonylag sokszor belefutsz dzsegörnátba, uh, úgyhogy uh, ez jó, fe, uh, mm. hogy mondom, fejbevésni gyakorlatilag, hogy igyekezzünk az M4A3-mal fejbe lőni mindenkit. És persze ez nem konzol, szóval nem olyan könnyű célozni PC-n a sniperrel, mint konzolon, nincs autó aim assist és többi, de ez, ez egy jó tanács. m 4 a 3 mal mindenképpen lőjünk fejbe, hogyha egy mód van rá. Tehát melkastó fölfelé, és például, hogyha karon találod az illetőt, de a válba, úgy karon, hogy válba inkább, azt már melkasnak érzékel is be fogja adni a sotot. A következő, ja, és hogyha acogottasz el az M4-re, <coughs> akkor öttel többet se lesz alapból. Kod négy bank vagy így direkt ilyen. A lényeg az, hogy M4 acoggal öttel többet sebez. Ezáltal gyakorlatilag a jaggerletost kivéve bárkit leszed még lábon lőve is acoggal a az m 40 a Nos, a következő sniper, ugye a, más, a nagy csata az m M40 között és az R700 között zajlik. Kinek mi a favorit? Ugye, melyik a legjobb sniper? <coughs> hát, srácok, van egy jó, éppen vagy rossz híre, attól függ, melyik oldalon állsz. Um, Másfélszeres sorzó van az R700-re, fejre, nyakra és merre is, és ugye az M40-nek csak 1,1-es. Merre. Szóval um, Hasra 1,1-es szorzóval és lábra 1-es. <coughs> Ez azt jelenti, hogy az R700 még a jegernetosokat is, ha melbe is lövöd, akkor le fogja tudni szedni stopping power-rel felpakolva. Tehát stopping power felpakol, még ha melbe is lövöd a jegernetos, le fogja tudni gyakorlatilag szedni. Persze ez a valóságban azért teljesen más szokott lenni időnként, ez nagyban függ a ping szerver, anyám kínget, tudjátok az ilyenektől is. Akkor a következő, ja, Juggernaut nélkül egyértelműen, tehát egy fejtől mellé leszed mindenkit, és itt alakul ki a két csata, ugye között, a melyik az erősebb sniper, hát el lehet dönteni. Barret, na most a Barret az azért öm, egy elég durvá jó fegyver ö, Azt kell, hogy mondjam. Tehát ez is egészen fejtől mellig másfele, másfeles sebez és ö, ugye has láb, tehát 1,1 és 1,0. Ez azt jelenti, hogy a teljesítménye ennek a fegyvernek, például stopping power felpakolva, Jaggerletök ellen pont olyan, mint az R700-nak. Szóval erős. A baret, és nem beszélve, hogy félatomata, tehát úgy sorozod a golyókat, ahogy jól esik, hogyha tudod kezelni azt a magas visszalengését, visszarugását, amikor lő a fegyver. És emiatt a barát um, egy elég durván jó snipernek számít, főleg nem hardcore módban, tehát normál módban, nagyon durván hatékony sniper. A következő um, Sniper az a dragonov lesz. Na most a dragonov fejtől mellig egészen másfélszeres szorzója van, majd a has és lábra csak egyszeres szorzója van. Na most a Dragonov az egyetlen olyan sniper, amire nem igazán van Damage Multiplier, csak fejtől egészen mellék, ugye az a másrészt szoros, és gyakorlatilag emiatt, hogy nincs rajta Damage Multiplier nem nagyon ajánlott hozzá, a stopping power. Bármilyen más perket berakozza a stopping power annyira nem kifizetődő. A stopping power csak egy szempontból kifizetődő a Dragonovnál. A Jaggernautosokat eh, egyből megöli, eh, fejre, nyakra és merre. Tehát helyből lelövi őket egy golyóval. Ennyi előnye van. Viszont ám, mivel hogy nem mindenhol vannak eh, Jaggernautosok, eh, a játékban, így, így nem annyira éri meg a Stopping Power a Dragonovra, mert így is, úgy is kettő lövése, de csak a, csak a Jaggernautusokat öli meg így. Tehát mondhatnánk, hogy mi a fasz él, hiszen akkor meg kell, a normálisokat is nem. A Jaggernautusokat egy lövés, a többit, két lövése, Stopping Power, ide vagy oda. És ugye emiatt... Uh... Nem feltétlenül ajánlos a Stopping Power, így is is két golyóval kell eltalálni az ellenfeleket, és elég jó fegyver ahhoz, és kisebb a visszarúgása, vagy egy barátnak, ahhoz, hogy két golyóval ki tudja végezni mindenkit. Úgyhogy íme, ez ez a dragonov és ez a nyitja neki, nem kell Stopping Power, illetve Slate of End, bármit berakadsz hozzá, de egy Deep impact esetleg beraksz, és voilà, Stephanie kész a Dragonovval, és lehet vele zúzni. A következő Sniper az M. 21 talán a, az egyik nagyon nagy kedvenc hardcore módban, persze azért nem feltétlenül így van, de egy, egy úgy sokkal szerették hardcore módban mondhatni, így az M40 és az R700 mellettek között, és öm, azért mert, ugye viszont az M21-nek csak fejre és nyakra van öm, másfélszerre szorzolja, merre 1,1-es, ugye 1-es hasra és lábra. a felpakolva, akkor ebből adódóan ugye one shot kill lesz fejre, illetve nyakra, a többi részén nem. Úgyhogy én úgy vagyok ezzel a fegyverre, hogy erre a fegyverre sem érdemes rakni egy stopping power-t, inkább beraksz valami másra. -e, rak a stopping power-t, no para, mert akkor egy-két emberkét le fogsz tudni lőni uh, egy lövésed, de ezzel a fegyverrel olyan könnyű bevinni a második lövést, gyakorlatilag, hogy, hogy fölösleges rá uh, az a uh, stopping power. Tehát gondolj végig, hogyha még lábon is lövöd, uh, a, a, az illetőt, és nem hal bele, utána már csak nem lesz olyan kis beíráska, hogy ne lábon lőd, de hogyha még egyszer lábon lövöd, akkor is belehal. Szóval az M21 egy elég über brutál, ebből a szempontból nagyon kicsi a visszarugása, és, és könnyű bevinni két egymás utáni golyót, mert gyakorlatilag úgy lehet használni, mint egy bármelyik másik ilyen félató, mint egy G3-at gyakorlatilag, vagy az m 24 ez vagy bármit, hogy rohangász, csipaszkó, pif, 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 lelövöd, mész tovább, és, és egy könnyűvé teszi a játékot ebből a szempontból. Nos, hölgyeim és uraim, jöjjön az összefoglaló melyik a legjobb sniper um, Code 4-ben, illetve Code 4 remastered Hát, uh, én azt mondanám, hogy a legerősebb sniper, oké? Okay, tehát a legerősebb sniper az a barett Ebből a szempontból. Miért? Azért, mert másfélszeres szorzó fejre, nyakra, merre, gyakorlatilag 1,1-es hasra, 1-es lábra, de amiért ez fölé emeli az R700-nak nálam, erősségben az a gyors tüzelési lehetőség. lehető hogy magas egy kicsit a visszarúgás, de ha meg tudod kezelni ezzel a sniperrel gyilkoló gépé változol gyakorlatilag, és ja, ez, le, ez öm, teszi a barátet, Kod 4-ben a legerősebb sznájperé, az a kis extra, hogy ö, sorozatban tudsz lőni vele, és már ha kezelni a visszarúgást és a szorzói fölérnek az R700-aséval, de ettől függetlenül, ettől függetlenül nálam a go to sniper, illetve nálam is azt hiszem a go to sniper, az az M40, vagy az R700. Miért? Nem tudom. Azért ez stílusok, az újratöltés, a kinéz, az elegancia, valami van ezekbe a sniperekbe. Talán én is ezekkel töltöttem a legtöbb időt gyakorlatilag, és ott volt a barrett, de valahogy nem éreztem a barrettre, igazán az MV2-be éreztem rá. Szóval ott, ott viszont imádtam. Ott MV2-ben a barát lenne a go to sniper, tehát az, az lenne, például sokakkal ellentétben, akinek az intervention volt, ugye? De én a barátra szavaztam MV2-ben. Code 4-ben valamiért M40 vagy R700 nem tudom, mindenki eldönti magának, nektek melyik a kedvenc sniperetek, mi a go to sniperetek Call of Duty-ban, bármelyik Call of Duty-ban. Köszönöm a figyelmet a következő videóig, sziasztok!